Az 1993-as játék Határok nélkül a sorozat 28. évada volt az első, amelyben Magyarország részt vett. A 10 elődöntőben több hazai város mellett Sárospatak is ott volt. Görögországban küzdött derekasan a csapat, végül a második helyezést érték el. A 6. óriás leszel sportfesztivál keretein belül a 23 évvel ezelőtti verseny előtt tisztelegve a helyi iskolák közötti sor és váltó versenyt tartottak, amolyan játék Határok nélkül stílusban. A megnyitón a régi csapat tagjai is jelen voltak, és az egykori edző is elárult titkokat a felkészülésről. Kaptunk valami támpontot a görög mitológiából, és arra épültek ezek a játékok. Tehát ez ott kezdődött, hogy teljesen a görög mitológiát elkezdtük tanulmányozni, és próbáltuk kitalálni, hogy Jézus Isten milyen játékokat is fognak ebből kitalálni. Hát aztán ugye meg kellett szervezni, hogy hol is tudom edzeni a csapatot. Nagyon érdekes volt, akkor restaurálták a Vörös tornyot, és föl volt állványozva. Például az egy nagyszerű terep volt nekünk, ott az állványokon jöttünk, mentünk, futottunk, és ott oda is szerveztem feladatokat. A jól ismert testnevelő akkor még középiskolásként képviselte a város Görögországban. Erik azt mondja, életre szóló élményekkel gazdagodtak, amelyek most jól jöttek a feladatok összeállításánál. Én azt gondolom, hogy azt nem fogjuk tudni soha megteremteni azt a hatalmas feltételrendszert, ami 8-10 medencéből állt, akár csúszdákból és minden hasonló nagyságrendű feladatból, viszont mégis megpróbáltunk úgy kialakítani, létrehozni feladatokat, gyakorlatokat, hogy a testnevelés órán alkalmazott játékokhoz képest sokkal többet adjon, sokkal többféle képességet tegyen próbára, és a gyerekek is élvezzék, ne csak egyszerű labdavezetés legyen, azért mutassák meg, hogy mire képesek. A pataki játék Határok nélkülben is igyekeztek kreatív, sportos és vicces versenyszámokat kitalálni. Összesen 6 feladatot kell ma teljesíteniük a versenyzőknek, ebbe van 4 ügyességi, illetve gyorsasági feladat, bátorságot igénylő, mert hogy van egy bika, amit itt az Óriás Leszel fesztivál szervezői hoztak ide a mai napra, illetve a szurkolótábort is megszólaltatjuk, akik pontot szerezhetnek az iskolájuknak, decibelmérővel fogjuk mérni az erősséget. A résztvevő csapatok jó hangulatban a szurkolótábor buzdítása közepette versengtek, játékosan, határok nélkül.